Nagy tisztelettel köszöntöm a sajtó megjelent képviselőit a mai sajtótájékoztatónkon a 2018 márciusi képviselőtestületi ülések döntéseiről szeretnénk a polgármester úrral beszámolni, de mielőtt ezekre rátérnék, ugye április 8-án választás volt, országgyűlési választás zajlott le, természetesen településünkön is. Én nem szeretnék ebben most belemenni, mert a sajtótájékoztatónk tárgya a két testületi ülésnek a döntéseiről szól, de azért mindenképpen el szeretnék mondani, hogy köszönöm szépen mindazon választópolgároknak, akik elmentek vasárnap és szavazatukat leadták. Természetesen azoknak is szeretném megköszönni a munkáját, akik ezen a napon dolgoztak azért, hogy a választások zavartalanul és szabályosan lezajlódjanak. Természetesen itt Mezőtúron a 16 darab szavazókörben mindenkinek, aki ott végezte a munkáját, és természetesen itt a polgármesteri hivatalban is, akik hajnaltól, majdhogy nem hajnalig, tehát hétfő hajnalig végezték a munkájukat, nagy tisztelettel az önkormányzatunk részéről szeretném megköszönni. És a végére hagytam, de természetesen azoknak is köszönöm a támogatását, akik a Fidesz-KDNP pártszövetségét támogatták ezen a napon. Tisztelt jelenlévők, rátérek a képviselőtestületi ülések döntéseire. Ahogy említettem, két ülést tartott a képviselőtestület, egy soron kívül itt március 14-én. Először ezeknek a fontosabb döntéseiről fogok beszélni, aztán pedig a szokásos soros testületi ülésünk döntéseiről fogok tájékoztatást adni, az pedig március 29-én csütörtökön zajlott le. A március 14-i ülésünkön elsőként az önkormányzatunk 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletünket módosítottuk. Ez már úgymond sokadik alkalommal következett be, ami az előző évi költségvetésünket illeti. Itt az időközben lezajlott gazdasági folyamatok kerültek be a költségvetésbe, tulajdonképpen a költségvetési számok aktualizálása történt meg, tehát ennek a döntésünknek, a rendeletmódosításának ez volt a lényege, és ebből csak két számot szeretnék kiemelni. 2,3 milliárd forinttal fogadtuk el 2017 elején a költségvetésünket. Most a költségvetési főösszegünk ezzel a döntésünkkel durván 5,3 milliárd forintra módosult. Hangsúlyozni szeretném, hogy nem most egy alkalommal módosítottuk, ahogy az imént is elmondtam, többször módosítottuk a költségvetésünkre vonatkozó rendeletünket. Tehát ez jelen pillanatban most ilyen főösszegre módosult, természetesen ez a beadás is, vagy bevételi és kiadási főösszegek egyezőségével került elfogadásra, és majd a zárszámadáskor májusban véglegesedik a költségvetésünk. Tehát ez volt ennek a napirendi pontnak a jelentősége. A következő fontosabb döntésünk egy GINOP rendszerébe benyújtandó pályázat volt. Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, ez az úgynevezett digitális jólét program keretein belül kiírt pályázatról szól. Az önkormányzatunk azt a döntést hozta meg, hogy a könyvtárnál, mint telephelyen benyújtjuk a pályázatunkat erre a programra. Most nem akarom felsorolni az időrövidsége miatt, hogy milyen hardware eszközök, itt számítástechnikai eszközök, számítógépek, elsősorban számítógépek beszerzéséről beszélhetünk, de aminek nagyon örülök az az, hogy a Szabadság téren, tehát ott a könyvtár szomszédságában egy kültéri wifi rendszer is kiépítésre kerülne. Ezzel kapcsolatosan még el szeretném mondani, igaz, hogy nem szervesen a pályázathoz kapcsolódik, de szándékunk van itt a Kossuth téren is kiépíteni a wifi rendszert, a kültéri wifi hálózatot, és természetesen a Szabadság téren is ugyanezt szerettük volna, de saját forrásból. Most így a pályázat lehetőséget biztosít, abban az esetben természetesen, hogy eredményes lesz, akkor ugye az azt fogja eredményezni, hogy a Szabadság téri kültéri wifi az pályázati forrásból és nem önkormányzati önerőből
épülhet meg. Tehát ennek a döntésünknek ez volt a lényeg, hogy a pályázatot adjuk be, nyújtsuk be. Ez azóta meg is történt. A következő szintén egy pályázat. Itt a Magyar Labdarúgó Szövetség által kiírt defibrillátor eszközbeszerzési pályázatára nyújtottuk be a pályázatunkat, illetve akkor még március 14-én arról döntöttünk, hogy ezt a pályázatot benyújtjuk. Azóta meg is érkezett a döntésről az értesítés, ezt a pályázatot megnyertük. Itt egy 500 000 forintos bruttó összegről beszélünk, tehát ennyibe kerül maga ez az életmentő berendezés, és ehhez ugye 450 000 forint támogatást nyert el az önkormányzatunk, amelyhez ugye értelemszerűen 50 000 forint önerőt kell, hogy biztosítsunk. Még a pályázatból két fő képzésére is lesz lehetőség, tehát két olyan kolléga, aki ott dolgozik, és az ő felkészítésük fog ebből a forrásból még megtörténni, tehát hogy szakszerűen tudják használni ezt az eszközt. Ugye sajnos néhány évvel ezelőtt volt egy olyan eset, hogy egy szívmegállás fordult elő egy városi kispályás labdarúgó mérkőzésen. Azt követően vásároltunk egy defibrillátort, és itt rögtön hozzáteszem, hogy hála Istennek az úriember, akit én személyesen is nagyon jól ismerek, szerencsére felépült a baleset után, tehát újra tudták éleszteni, de rögtön azt mondtuk, akkor ez jó néhány évvel ezelőtt történt, hogy mindenképpen jó lenne a sportpályára egy ilyen készüléket biztosítani, és akkor a csapatvezetők oktatása is megtörtént, hogy a kórház részéről kijött egy orvos és felkészítette, tehát bemutatta, hogy hogyan kell használni ezt a készüléket. Na ezt a régi készüléket majd, hogyha megérkezik az új, akkor terveink szerint a városi strandra, uszodába fogjuk áthelyezni, és az új készülék továbbra is a városi sportcentrumban kerül majd elhelyezésre, és hát bízunk benne, hogy soha nem kell majd használni, de hogyha viszont baj van, akkor mindenképpen hasznos, hogyha van a helyszínen, és azonnal tudnak esetlegesen életet menteni vele, úgyhogy ez is egy örömteli dolog, hogy ezt a pályázatunkat is eredményesen nyújtottuk be, és ugye a defibrillátor az hamarosan meg fog érkezni. Még egy fontos döntésünk volt itt 14-én, ismét egy pályázatról beszélünk, a Nemzeti Szabadidős Egészség Sportpark program megvalósításáról. Itt 2016-ban nyújtottuk be ezt a pályázatunkat, amely arról szólt, hogy sportparkokat szeretnénk megvalósítani a pályázati forrásból. Egészen pontosan 4-et vagy 5-öt, már nem emlékszem rá, mert ahogy említettem, már durván 2 esztendővel ezelőtt nyújtottuk be a pályázatot. És a Városi Sportcentrumban egy futókör kialakítását terveztük. Ezt úgy kell elképzelni, hogy 1,25 század méter széles, tehát egyszerűbben 1 méter 25 cm szélességű sáv épült volna körben, de azóta a sportcentrum vezetője ugye átgondolta, és a javaslata az más. Mindjárt fogom mondani, hogy pontosan micsoda. Tehát a lényeg az, hogy ami a futókört illeti, 250 négyzetméternyi futókört tudunk ebből megépíteni az említett szélességben, és két pálya épül egymás mellé, tehát összesen 2,5 méter szélességben és 100 méter hosszban. Ezt elsősorban olyan mezőtúriaknak mondom, akik ismerik a center pályánknak a helyszínét, hogy a kispadok és a lelátó előtti sövény közötti részre kerül majd ez megépítésre, tehát két sáv, 100 folyóméteres hosszban, és a két végén egy-egy távolugró gödör kerül majd kialakításra, és a mostani, amely a közvetlenül a futballpálya mellett van, az majd megszűnik. Tehát így ugye mind a labdarúgók, mind az atlétáink, mind aki ott sportol, ilyenkor rosszabb esős időjárási körülmények között is tudnak majd futni ezen a pályán.
hiszen hogyha nagyon csapadékos az időjárás, akkor a salakborítású futópályánk, ami ugye körbe öleli a labdarúgó pályát, ez nem használható. Tehát a sportpályán ez fog épülni, és a Kertvárosban ugye a képviselőtestület úgy döntött, hogy a Kertvárosban fogja megépíteni azt az egy darab D-típusú sportparkot, amelyet nyertünk, ugye az imént mondtam, hogy 4-5 darabra nyújtottuk be a pályázatunkat, tehát egyet nyertünk, természetesen ennek is nagyon örülünk. Ez egy 150 négyzetméteres területen fog megépülni, gumiborítású, tehát az aljzat az gumírozott lesz, és durván egy tucatnyi eszköz kerül elhelyezésre ebben a sportparkban. Az utáni játszótér helyén fog ez megépülni, és ugye arról is beszéltünk a képviselőtestület ülésén, illetve itt a kollégáinkkal már egyeztettünk, hogy a most meglévő ottani játszótér, ami hát már eléggé elavult állapotban van, az igaz, hogy új helyszínen, tehát egy kicsit távolabb onnan, ahol most van, hiszen ez a sportpark fog a helyére épülni, de meg fog újulni, tehát hintát, libikókát és még egy-két dolgot fogunk oda vásárolni, és hát ezt az egész környezetet megújítjuk, a padok is nagyon rossz állapotban vannak, illetve hát már nem is nevezném azokat padoknak, amelyek ott vannak, ilyen padszerű képződmények, amelyekre már nem is lehet leülni, tehát természetesen korszerű, szép utcabútorokat fogunk elhelyezni, és az a területet szépen megújul, és hát természetesen fogja várni a fiatalokat és a sportolni vágyó felnőtteket is. Ezek a döntések születtek március 14-én, és akkor rátérek a március 29-i soros nyilvános és zárt ülésünkre. Itt ugye az East Fest volt az első témánk. Itt hallhattunk az East Fest Event Kft. Ügyvezetőjétől, Sós Pétertől egy tájékoztatást, egy kis prezentációt tartott ügyvezető úr, és hát a 2018. évi rendezvényről is beszéltünk. Mindenek előtt el szeretném mondani, hogy minden egyes évben, amikor a rendezvény zajlik, az általában akkor szokott előkerülni ez a téma, hogy ha én oda kilátogatok, akkor rögtön tucatnyian kérdeznek, hogy akkor a következő esztendőben úgy hallották, hogy már nem Mezőtúron lesz megrendezve az esemény, hanem elviszik környező településekre. Számos más helyszín felmerült már. Ugye itt ügyvezető úr kifejtette azt az álláspontját a társaságnak, hogy eszeágukban sincs Mezőtúról ezt a rendezvényt elvinni, tehát szeretnék megnyugtatni mindenkit, hogy nincs ilyen terv, továbbra is együttműködünk a Kft-vel, az önkormányzatunk a kezdet-kezdetétől fogva támogatta ezt a törekvést. A mezőtúriak láthatták, hogy a helyszín évről évre változott, az infrastruktúrát azt folyamatosan igyekeztünk fejleszteni, vízbekötések, szennyvízbekötések készültek, portalanított út került kialakításra nem is kis hozban. Például most az idei esztendőben a strandfürdő területén egy kétpályás strand kézilabdapálya fog épülni, itt a Magyar Kézilabda Szövetséghez benyújtott pályázatunk alapján, és ugye az East Fest ideje alatt is egy strand kézilabda bajnokság is megrendezésre kerül. A célunk az tehát, hogy a rendezvény idejére ez megépüljön. Tehát látható az, hogy az önkormányzatunk is sok-sok millió forintot, vagy mondhatnám azt is, hogy több 10 millió forintot investált már a terület fejlesztésébe, és hát nyilvánvalóan nagyon örülünk annak, hogy a rendezvény is évről évre fejlődik. Évről évre több látogatót vonz, de tovább nem szeretnék erről beszélni, majd még alpolgármester úrnak lesz néhány gondolata a témával kapcsolatban. Viszont amit még a környező infrastruktúra kapcsán mindenképpen el kell, hogy mondjak, az az, hogy ugye a Zöldváros projekt, amelyről még majd most beszélni fogok, ugye érinti a helyszínt, hiszen a vadászház felújítása, a Ligeti tó környezetének a felújítása, illetve az Erzsébet liget felújítása ebben a projektben található. A kivitelezővel arról beszéltünk, hiszen a múlt hét folyamán írtuk alá az ide vonatkozó kivitelezési szerződést, hogy feltétlenül figyeljen arra, hogy a rendezvény idején ott semmilyen kivitelezés nem történhet, sőt,
a helyszín úgy állja a rendelkezésre, hogy minden egyes négyzetméter ott használható legyen, hiszen az elmúlt esztendőben is az Erzsébet liget teljes egészében megtelt, ugye kempingként funkcionált, és a ligeti tó strand felőli oldala, ligeti tó partja is ugyancsak megtelt sátrakkal, tehát nem szeretnénk, hogyha a kivitelezési munkák akadályoznák a rendezvény lebonyolítását. Az Ízfestet sem, illetve majd két hét múlva az Ízfest után ugye következik az Artúr Fesztivál és a Túri Vásár, természetesen azt sem szeretnénk, hogyha zavarná a kivitelezés, úgyhogy erre is igyekszünk odafigyelni. Azt szeretnénk, hogy a rendezvény, az Ízfest is és az önkormányzat szervezésében említett események is zavartalanul le tudjanak zajlani. A következő téma, ez egy új elem, az önkormányzati képviselők képviselői keretének felhasználásáról szóló rendeletet fogadtunk el. Itt ugye a költségvetés elfogadásakor jóvá hagyta a képviselőtestület az, hogy minden képviselő, tehát a körzetet nyert képviselők egyaránt, és a listáról bejutott három képviselő is, tehát összesen 11 képviselője a testületnek, 500 000 forintot kapjon úgynevezett képviselői keretként. Ezt az indítványt, ezt Csányi Rehárd képviselő úr kezdeményezte, és ahogy említettem, ezt elfogadtuk a költségvetés elfogadásakor, februárban, és most, márciusban arról döntöttünk, hogy a képviselők ezt a képviselői keretet mire használhatják fel. A képviselőtestület azt a döntését hozta meg, illetve olyan rendeletet fogadott el ezzel kapcsolatosan, hogy a képviselők kizárólag településfejlesztési és településrendezési feladatok céljára használhatják fel a keretüket. Ez pedig úgy fog zajlani, hogy a vonatkozó javaslatukat ezzel kapcsolatosan megfogalmazzák a részemre, és természetesen ezek alapján az önkormányzat ezeket a fejlesztési feladatokat végrehajtja és finanszírozni fogja, tehát nem úgy kell elképzelni, hogy a képviselő átveszi az 500 000 forintot és kisétál a hivatalból, és utána azt csinál, amit akar, hanem az elmondottak szerint javaslatot tesz, ami természetesen, hogyha illeszkedik a rendeletünkben megfogalmazottakkal, akkor azt követően az önkormányzat ezt a feladatot megvalósítja. Ez egy új elem, tehát ezt most vezettük be. Természetesen azt reméljük, hogy ez a forrás is jó szolgálatot fog tenni annak érdekében, hogy a településünk fejlődjön. A helyi adókról szóló önkormányzati rendeletet is módosítottuk. Itt arról kell, hogy tájékoztatást adjak, hogy a Jászlóki-Szolnok megyei kormányhivatal jelezte Jedz úr felé azt, hogy nem helyes a helyi adóra vonatkozó rendeletünk, hiszen nem tartalmazza a reklámadót. Hát azért nem tartalmazta, mert eszünk ágában sem volt ilyen adót bevezetni. És hát ugye amikor az önkormányzat adót emel, vagy új adót vezet be, azt egyébként is ugye a tárgyévet megelőző év november 30-áig kell ugye elfogadnia a képviselőtestületnek, erről döntést hoznia. Nem is hoztunk ilyen döntést, hangsúlyozom, hogy a meglévő adónemek emelésében sem gondolkodtunk, és új adó sem szerettünk volna bevezetni. No, ez a kifogás érkezett a kormányhivataltól, ezért került sor a rendeletünk módosítására. A reklámadót, mint adónemet beemeltük a helyi rendeletünkben, és a mérték az pedig 0 forint, tehát ilyen döntést hoztunk, tehát hangsúlyozni szeretném, ki szeretném emelni, illetve alá szeretném húzni azt, hogy semmilyen változás a helyi adó vonatkozásában nincs jelen pillanatban, és nem is tervezünk a magam részéről a következő esztendőben sem. A következő témák azok a szokásosak voltak, erről csak néhány gondolat, tehát az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségeink. Itt ugye a költségvetésnél már beszéltünk róla,
hogy 2018-ra 18 millió forintos hitel tartozása van még az önkormányzatunknak. Ez az egészségház, ugye mentőállomás orvosi rendelők megépítése kapcsán felvett fejlesztési hitelnek az utolsó törlesztő részlete. Ezt, ha visszafizetjük az önkormányzatunknak hitel tartozása nem lesz. Viszont, ha már hitelről beszélünk, ugye elindítottuk azt a hitelkérelmet, illetve hitel felvételéhez szükséges kormány engedély megszerzésére vonatkozó kérelmünket, amely 150 millió forintos, amelynek a lényege az, hogy a beltületi földes utcák felújítása kapcsán nagyobb léptekben szeretnénk haladni. Ez egy fejlesztési hitel lesz, amennyiben a kormány engedélyt megkapjuk. Azt követően fog döntést hozni a képviselőtestület, hogy milyen mértékben vegye fel ezt a hitelt, vagy egyáltalán felvegye, és kizárólag csak a beltületi földes utcák fejlesztésére szeretnénk fordítani. Nagy részt egyébként ezt a 150 millió forintot az útalapok építésére szeretnénk felhasználni, és hát azt is el tudom mondani, hogy körülbelül, hogy lássák a tisztelt lakosok, ez durván valamivel több mint 3 kilométernyi útszakasznak az útalappal történő ellátására lesz majd elegendő. Tehát az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeink kapcsán meghozott határozatunk ez erről szólt. A közbeszerzési tervünket is elfogadtuk 2018-ra, és itt egy picit visszautalnék a 14-i ülésünkre, ugye említettem, hogy milyen jelentős mértékben megemelkedett a költségvetési főösszegünk. Ennek egyértelmű oka az a működési területet leszámítva, mert ott is vannak azért változások, pozitív változások, de markánsan a költségvetési főösszeget azért emeltük meg ennyire, azért hozta az élet, hogy így megemelkedett, mert nagyon sok pályázati forrást nyert az önkormányzatunk, és természetesen ezek már megjelennek a költségvetésünkben is. Hát aztán a szokásos döntések voltak még a lejárt határidejű képviselőtestületi határozatok kapcsán, és folytatom lényeges témákkal. Ugye két beltületi ingatlant hirdettünk meg, tehát írtunk ki pályázatot az értékesítésük kapcsán. Ez az ingatlan a Széchenyi utca és a Nagycsapatkert utca által határolt terület. Hát a benzinkút, a Szeszfőzde és a Szeszfőzde mögötti rész, a Badár Balázs utcai ingatlanok kertjeinek a végében található egy 1 hektáros terület, amiből a kisebbik rész az egy út, a másik része pedig egy belterületi telek ingatlan. Erre érkezett érdeklődés, tehát jelentkezett egy gazdasági társaság, egy mezőtúri gazdasági társaság, hogy meg szeretné vásárolni, és ebből fakadóan írtuk ki az értékesítésére a pályázatot, úgyhogy ha megérkezik majd ez a pályázat, azt követően minden bizonnyal majd április hónapban a soros testületi ülésünkön fogunk döntést hozni. A másik szintén pályázati téma a 2018. évi népi építészeti program keretében tervezett pályázat benyújtásáról döntöttünk. Ennél a kiírásnál azt kell tudni, vagy erről azt kell tudni, hogy például helyi védettség alatt álló épületek felújítására lehet fordítani a pályázati forrást. Két ingatlanban gondolkodtunk, az egyik a Petőfi utcai színházterem ingatlana. A színházteremtől jobbra eső részt, ami még nem lett felújítva, abban gondolkodtunk, illetve a tető felújításában, de aztán, amikor a kollégák, műszaki szakemberek megtekintették az ingatlant, és készült egy költségbecslés, akkor látszott, hogy az a 20 plusz 20 millió forint, hiszen 20 millió forint forrás lehet pályázni, és 50%-ot mellé kell tenni. Tehát 40 millió forintból ott túlzottan nagy eredményt a Petőfi utca 5 szám alatt nem tudunk elérni.
Ezért született meg az a döntés, hogy a Dózsa György utca 9 szám alatti önkormányzati társasház, amely 5 lakást tartalmaz, ennek a felújítására viszont ez a pályázat, ez nagyon is ráillik, úgyhogy a képviselőtestület azt a döntését hozta meg, hogy oda ennek az épületnek a felújítására, tetőfelújítás, fal, nedvesség, talaj nedvesség elleni szigetelés, nyílászárócsere és még egyéb más felújításokra a pályázatunkat nyújtsuk be, tehát a döntés erről szól. Ez egyébként folyamatban van, és hamarosan be fogjuk nyújtani a pályázatunkat, tehát 40 millió forintból, ha sikeres lesz a pályázat, 20 millió pályázati forrásból, 20 millió önerőből ez az önkormányzati ingatlanunk meg tud majd újulni. A szokásos tájékoztatót is megismerhették a képviselő testület tagjai. Itt február 15 és március 21-e közötti időszak fontosabb intézkedései, döntései, eseményei kerültek taglalásra, illetve a Berettyóköres többcélú társulás részéről mindig van egy tájékoztató, mi zajlott le a társulás felhatósági területén, illetve egy pénzügyi tájékoztatást is mindig kapnak a képviselők, hogy jelen pillanatban az önkormányzatunk milyen anyagi kondíciókkal tud gazdálkodni. Nyilvános ülésünket követte a zártülés. Itt szintén egy ingatlan értékesítésről döntöttünk, illetve már itt értékesítésről hoztunk határozatot. A Péteri Károly utca 4-6 szám alatti ingatlanról beszélünk. Ebben az esetben ugye ez az intézményellátó Kft. Üzemeltetésében, fenntartásában van most jelen pillanatban, ez az önkormányzati tulajdon, ugye régen itt volt az intézményellátó Kft. Központi telephelye, most már ugye más helyszínre költöztek, ezért is merült fel annak a szükségessége, hogy esetleg értékesítsük ezt a telket. Központi helyen van, itt a város szívében, és hát megmondom őszintén, én nem szívesen láttam ezt, amikor arra jártam már hosszú évek óta, hogy ott egy gazdasági társaság telephelye, egy termelőtevékenység zajlik, és érdeklődés is mutatkozott az ingatlanra, és ugye a kiírt pályázatunkra a Hort 2000 Kft. Pályázott, és 23 millió forint plusz áfa összegért ezt az ingatlant a képviselőtestület a pályázat alapján a részükre értékesíti. Milyen elképzelések vannak? Egy lakópark épülne, a Kft. Ügyvezetője ezt itt a bizottság ülésén elmondta. Minden bizonnyal 2 vagy 3 épület épülne lakásokkal, és az alapvető szándék az az, hogy nem értékesítenék a lakások többségét, hanem bérlakásként szeretnék majd a jövőben hasznosítani. Ugye a mezőtúriak tudják, hogy a Petőfi Sándor utcában ugyancsak a Hód 2000 Kft. Épít most egy 23 lakást, illetve ha egészen pontos akarok lenni, akkor 22 lakást és egy üzlethelyiséget tartalmazó épületet, ott már minden ingatlan elkelt. Itt hangsúlyozom, a szándék az az, hogy alapvetően bérlakásokat építenének, amelyből azért ugyancsak a mezőtúriak ismerik ezt a helyzetet, nagyon kevés van mezőtúron, tehát nagyon nehéz albérletet találni, úgyhogy ezt a problémát is enyhíteni. Természetesen a szándékuk az, hogy az épületek mellett játszótér, parkolók és egy igényesen, ízlésesen kialakított területet hoznának létre, ami ide a város központhoz, én úgy gondolom, mivel lakóövezet abszolút illeszkedik. Úgyhogy ilyen elképzelése van a társaságnak. Amit még fontosnak tartok ezzel kapcsolatosan elmondani az, hogy természetesen olyan úgymond fékeket is beépítettünk az adásvételi szerződésben, hogyha bizonyos időn belül, 3 éven belül nem kezd hozzá, akkor az ingatlan természetesen a megfelelő szerződésben rögzített módon visszakerül az önkormányzat tulajdonába. És amit még nagyon fontosnak tartok, célunk mindig is az volt, hogy az önkormányzati vagyont gyarapítsuk, hogy most sem, ugye itt a Petőfi utcai
esetben sem pénzt kaptunk az ingatlanért, hiszen azt ugyanúgy a társaságnak annak idején értékesítettük, hanem egy lakást kap az önkormányzat. Itt is ebben az értékben ingatlanokat fogunk kérni, hát ez valószínűleg olyan két ingatlant fog kifutni. Ezt rögzítettük egyébként, hogy 92 négyzetméterről van szó, tehát nem hivatkozhat majd arra a társaság három év múlva, vagy négy év múlva, amikor az ingatlanok felépülnek, hogy áremelkedések történtek, tehát 92 négyzetmétert kap az önkormányzat. Ebben egyeztük meg, és abban is megállapodtunk, hogy mi tudunk először választani majd, hogyha a tervek elkészülnek. Úgyhogy röviden erről a témáról ennyit, tehát hamarosan, ha az idei esztendőben, nem is a jövő évben, én úgy gondolom, hogy már a bontási munkálatok megkezdődhetnek itt a Péteri Károly utcai 4-6 szám alatti ingatlanon. Aztán ami még fontosabb volt, két témát szeretnék elmondani, és akkor befejezem. Az első a Mezőtúri Ipari Park Kft. És a Zohatrans Kereskedelmi Szolgáltató Kft. Között létrejött adásvételi szerződés jóváhagyásáról is döntött a képviselőtestület. Ugye az ipari parkunk kapcsán érkezett be a társaságtól egy érdeklődés, az egyik telek iránt. Nyilvánvaló, hogy fejlesztene a társaság, a cég, hogy alapvetően szállítmányozással foglalkozik. Ezzel kapcsolatosan az ipari parkunkban egy telket ennek az értékesítéséről döntöttünk, illetve ennek a jóváhagyásáról, hiszen az ipari park Kft. Tulajdonában van, de mivel az ipari park Kft. Az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaság, így az önkormányzat jóváhagyása kellett ehhez az ügylethez. Ezt mi jóvá hagytuk. Itt is van olyan kikötés a szerződésben, hogy ha 3 éven belül nem történik semmi, akkor visszakerül az önkormányzat tulajdonába az ingatlan. Tehát egy fejlesztési tervet adott be a társaság, és ha a fejlesztési tervben szereplő dátumok nem teljesülnek, akkor itt is visszakerülhet önkormányzati tulajdonba az ingatlan. Még egy pályázat, ugye részben már, vagy utaltam rá, a zöld kapcsolat kialakítása Mezőtúron című pályázatunkra. Itt egy olyan döntés született, hogy az eljárás, tehát a nyílt eljárás elindításáról döntött a képviselőtestület, és ugye a mai napon már mondtam, hogy a szerződést megkötöttük a kivitelezővel. Addig nem lép hatályba egyébként ez a szerződés, amíg a szolnoki államkincstárnál oda benyújtott változási kérelmünket jóvá nem hagyják, tehát úgy kötöttük meg a szerződést a kivitelezővel, hogy ennek a jóváhagyása lépteti hatályba a szerződést, és tulajdonképpen megkezdődött a kivitelezés. A kivitelezés helyszíne Vadászház, Ligeti tó, Erzsébet liget, aztán a Petőfi tér, a főiskola előtti terület, Szabadság tér, Könyves Kálmán utca és a Petőfi Sándor utca. Ez egy 500 millió forintos projekt, és a nagy része értelemszerűen kivitelezésről szól. Mezőtúr említett közterületei meg fognak szépülni, meg fognak újulni. Például a Petőfi Sándor utcában az áldatlan parkolási helyzet kapcsán 25 darab parkolót fogunk építeni. A Könyves Kálmán utca teljes egészében megújul a Szabadság téren, amit ki szeretnék emelni. Több minden épül, de megint csak az idő rövidsége miatt ebben nem szeretnék belemenni, ami nagy öröm számomra, hogy a katolikus templom teljes egészében körül ugye új járdát kap, és a templom főbejárata előtti terület is teljes mértékben szépen meg fog újulni. Hát az Erzsébet ligetről, arról a területről ott már beszéltem, ott most ebben nem szeretnék részletesen belemenni. Ezek voltak a fontosabb, hangsúlyozom, hogy a fontosabb döntések, hiszen volt még számos más egyéb is, de ezek, vagy azok a döntéseink, előterjesztéseink, azok nem voltak ilyen jelentőségteljesek, mint az általában ismertetettek, és akkor a polgármester úr megkérlek, hogy a többiről légy oly kedves tájékoztatással lenni. Köszönöm szépen, polgármester úr. Nagy tisztelettel köszöntöm a kedves tévénézőket. Nekem is egy pár napirendről
lenne egy-két gondolatom. Az első, ugye mindannyian tudjuk, hogy 2017. január 1-jével az általános iskoláink átkerültek állami fenntartásba, működtetésbe. Jelenleg a Karcagi Tankerületi Központ fenntartásában működnek az általános iskoláink, ugye persze nem az egyháziak, hanem az államiak, és itt ugye mi vagyunk gyakorlatilag az ingatlannak a tulajdonosai, de a működtetője, a fenntartói az állam, és ezért tájékoztatással szoktak élni irányunkba, és örömteli hírt kaptunk. Ugye mindannyian tudjuk, hogy egy pedagógiai munka során a felzárkóztatás, a képességfejlesztés, kibontakoztatás az nagyon fontos feladat, illetve mindennapos feladat, de most ugye bekerült a feladat ellátási rendszerükbe kiemelten a képességkibontakoztató felkészítési feladat, aminek én kifejezetten örülök, hiszen nagyon fontos feladat mindkettő. Még egyszer mondom, a felzárkóztatás is, és a képességek kibontakoztatása, ugye felkészítés a szebb életre, illetve a tágabb életre is. Tehát nem szabad azt szégyelni, illetve hogy valaki rosszabb vagy jobb, hanem mind a kettővel külön és egyforma arányba kell foglalkozni, hiszen a jövő záloga a tudás, az élet végezetéig tartó tanulás. A mostani soros ülésről, ugye polgármester úr már jelezte, hogy az East Westről is szeretnék néhány gondolatot mondani, hiszen ez nagyon fontos területe, illetve része városunk éves rendezvény tervének. Ha megnézzük itt a felsorolt, illetve benyújtott adatokat, tehát gyakorlatilag a mezőtúri East West az bekerült a Magyarország 10 legfontosabb fesztiváljai közé, és ha megnézzük és visszaemlékszünk a pár ezres kezdő részvevők számára, idén már az 51 ezer főt is meghaladta az itt megfordult emberek száma, ami magában is ugye igen hatalmas szám, hiszen ha megnézzük a 17 ezeres helyi lakosság számot, ugye közel 17 ezer fővel, ez a többszöröse, amit megfordult, és ez ugye nem csak zajjal és ugye akár szeméttel vagy egyéb problémával járó dolog, hanem nagyon fontos bevétele a városnak, hiszen itt, ha megnézzük, több mint 10 millió forint bevétele származott a mezőtúri városának, illetve az itt helyi különböző kereskedőknek is, hiszen ezek a fiatalok, ezek itt ugye fogyasztanak és szórakoznak. Természetesen minden évben probléma szokott lenni a rendezvény körül, minden évben a rendezvényt megelőzően leszokott ülni az önkormányzat a rendezőkkel, a különböző hatóságokkal, szervekkel, ugyanígy lesz az idén is. A tavaly beérkezett ugye randalírozásokat, esetleges szemeteléseket és egyéb dolgokat minél jobban próbáljuk kivédeni, tehát a város mindenképpen azon van, hogy minél zökkenőmentesebben történjenek itt a lebonyolítás, és minél kevésbé zavarja a lakosságot. Természetesen a hangbeállítás is ugye fontos volt, hogy hova irányulnak a hangszórók, illetve mettől meddig lehet nagy hangerővel zenélni. Én úgy gondolom, hogy közös munkával minimálisra tudjuk majd szorítani a lakosságot ért traumát, ha szabad kifejezést használnom. És egy napi rendi pontról szeretnék még beszámolni. A Móricz Zsigmond mezőtúri városi könyvtár működéséről készült éves beszámolót. Én amikor lapozgattam, nagyon büszke voltam, és nagyon köszönöm az összes dolgozónak a munkáját, hiszen a mai világban, amikor szétnézünk, hogy gyakorlatilag mindent az ember az interneten old meg, az interneten vásárol, az interneten olvas, az interneten udvarol és egyéb, ekkor tudták fejleszteni mind a beiratkozók számát is, hiszen ha megnézzük a 2017-es adatokhoz képest, ugye nőtt a könyvtártagok száma, állandóan növekszik a gyűjteményük, ezeknek nagy része már elektronikusan is ugye rendszerezve van,
nagyon színvonalas rendezvényeket hoznak a Báb Fesztiváltól kezdve a különböző könyvtárpedagógiai foglalkozásokig. Tehát gyakorlatilag nem csak egy könyvtár, hanem egy igen jól működő közösségi térről beszélhetünk, és én ezt még egyszer szeretném nekik megköszönni, és további jó egészséget és munkát kívánok az eljövendőkbe is, hiszen városunk nagyon fontos kulturális részét végzi a könyvtár is, illetve különböző rendezvényeket is. Én röviden ennyit szerettem volna mondani, és visszaadnám a szót polgármesternek. Köszönöm szépen, a polgármester úr. Kérdezem a tisztelt jelenlévőket, hogy van-e valakinek kérdése. Amennyiben nincs, akkor köszönjük szépen a lehetőséget.